szépen, maradjunk. Ügyrendi kérdése van, hogy mi indokolja azt, hogy 3 fokba kell sajtótájékoztatót tartani ezt? Mert előttileg ugye nem ide lett meghirdetve. Mi indokolja azt, hogy 3 fokban kell sajtótájékoztatót tartani? Ez ügyrendi kérdés. És nem az eredeti helyszínen, ahol... Nem, júniusban tartjuk. Jelen pillanatban az időjáráson kívül. Időjáráson kívül az indokolja, hogy látogatási tilalom van a kórházban, és azt gondoljuk, hogy szakmailag ez a biztonságot ez adja meg, hogyha a sajtótájékoztatót itt tartjuk. És még egy kérdésem, egy komolyabb talán, hogy a traumatológiai osztály ellátásának más helyszínre irányítása milyen tapasztalatokkal járt, mert terjed a városban egy olyan pletyka, és ezt akkor cáfolni lehetne most, hogy egy Devecser melletti baleset aznap, mikor a traumatológiai ellátást más helyszínre irányították, súlyos következményekkel járt, és még azt is hozzáteszik, hogy nem lett volna ilyen súlyos a következménye, hogyha itt Ajkán el tudják látni a beteget. Hadd adjam meg én erre a választ, én gondolom, hogy itt a ha és a lehet, az mindig bizonytalan. Nagy valószínűséggel igen, az időfaktornak van szerepe, de mi a biztosíték arra, hogyha itt látják el, akkor nem úgy történik. Úgyhogy erre úgy gondolom, hogy egyikünk sem tud egyértelmű olyan választ adni, ami a beteg állapotát jobb vagy rosszabb vonatkozást megtudja. De az időfaktornak ilyenkor gondolom nagy jelentősége van, tehát az idő tényező, vagy amit említeni tetszett, az rövidíthető lett volna. Nem tudom az esetet, nem tudom milyen sérültekről van szó, így nem is tudok egyértelmű választani. Köszönöm. Komment van? No comment, hát ezeket eddig is tudtuk ezeket az adatokat, amiket a főigazgató asszony vagy kormány biztos úr elmondott. Itt újdonságokra lett volna szükség, olyan információkra, hogy például Tapolca kórházat az aktív ellátásból visszaállítják-e, ugye ezt már 2018-ban is láttuk, hogy szükség van-e, hiszen nagy terhet vesz le a két kórházról, illetve azok a hírek, amelyek ugye felröppentek régebben, hogy bizonyos osztályokat megszüntettek, köztük itt, ha jól emlékszem, talán a gyerekosztály, a gyerektüdőrehabilitációt, ápolási osztályt, és ezeket a kapacitásokat megőrzi-e. Köszönöm.